Köszöntjük nézőinket! Önök a Líceum Televízió Mozdulj című műsorát látják. Napjainkban egyre többször beszélt téma az egészséges életmód. Naponta figyelmeztetnek bennünket az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra. Mint ezt tudjuk, és bizonyított, a rendszeres testmozgás nem csak a külső megjelenésünkre, hanem lelki, mentális közérzetünkre is hat. A főiskolás évek alatt rengeteg időt töltünk körülbelül, ülünk az előadásokon, szemináriumokon, tanulunk, vagy éppen a számítógép előtt töltünk jó néhány órát. Fontos azonban, hogy ne csak agyunkat, hanem testünket is megmozgassuk időnként. Egerben többféle lehetőség is van a sportolásra vágyó hallgatóknak arra, hogy megmozgassák elgémeredett tagjaikat, vagy hogy kiengedjék a mindennapi stressz okozta fáradt gőzt. De lássuk, mennyire tartják fontosnak a testmozgást, vagy hogy mennyire ismerik az egri lehetőségeket. Nem csak a szellemnek kell fitnek lenni, hanem a testnek is. Akármi kis testmozgás elég, tehát hetente egyszer-kétszer haveri foci, az úgy feldobja a napodat is, és a testednek is jó, tehát hasznosra válik. Nagyon fontosnak tartom, mivel egész nap ugye ülünk az íróasztal mellett, és hogy a testünk is legyen edzésbe a szelmény mellett. Fontosnak tartom, és ha időm engedi, akkor szoktam. Egyértelműen fontos szerintem is, sőt a környezetemben is nagyon sokan tesznek így, például vízilabdáznak, vagy kézilabdáznak, és nekem is igényem van rá, érzem, tehát fizikailag is igénylem a testmozgást is. Hát mindenképpen fontosnak tartom. Szerintem nagyon jó, hogy stresszlevezetés, feszültséglevezetés kicsit kikapcsolódik az ember, hogyha sporthoz. Szerintem ez abszolút fontos lenne. Mindenféleképpen jót tesz az embernek egy kis testmozgás. Teszem azt, legyen szó futásról, kis tornáról, otthoni konditerem, bármi jót tehet az embernek mindenféleképp. Rendszeresen jártam futni, illetve ide Egerbe az úszodába járok úszni ritkán, amikor megteltem és van időm olyankor. Szoktam, bár inkább otthon aerobik, tehát ilyen kazettás verziókat nyomok. Röplabdáztam és kézisztem is régebben, most már nem. Fociztam egyesületben is, mostanában már csak a cimborákkal néha egy ilyen haveri foci. Gördeszkáztam régebben is, 2 évig kickboxoztam. 7 évig táncoltam társas táncot aktívan, aztán most meg konfuzok 1 éve, úgyhogy elég erős váltás volt, de szerintem nagyon jó. Nem sportolok, sportoltam, 8 évig szertornáztam versenyszerűen, de durván 3-4 évvel ezelőtt lefejeztem. Így hobbi szinten szoktunk haverokkal talente snowboardozni járni, korongoztunk. Fogok, egészen pontosan holnaptól szalszára fogok járni, ha ezt sportnak kell nevezni. Illetve régebben kézilabdáztam, 3 évig, előtte egy kicsit kosaraztam, vízilabdáztam, meg táncoltam is. Már raftingoltam, meg kanyoningoltam, kanyoningoztam, de mondjuk a bungee jumping az abszolút nem vonz, de volna, amit szívesen kipróbálni szerintem. Már amennyire extrém sportnak számít, síelek 12 éve, és hát a snowboardozással csak próbálkoztam, de az nem jött be annyira. Nagyon-nagyon szeretem az extrém sportokat, végülis görkorizni is görkoriztam, az is volt egy bő 8 év. A bungee jumping, illetve ejtőernyőzés, meg a sziklamászás. Nem tudom, hogy mikor lesz rá lehetőségem. Még nem próbáltam, de szeretnék vadvízélvezést, bungee jumping. Nem próbáltam ki, viszont akár benne is lennék, viszont az ilyen bungee jumpingos dolgok egyértelműen távol állnak tőlem. Az úszodában van ugye konditerem, amit majd ki szeretnék próbálni, illetve hallottam, hogy most fönt a hegyen kiépítettek valamilyen sportcentrumot, de nem tudom, hogy ott mik vannak. Az úszoda, a sportcentrum, hát tudom, hogy lehet jogázni, járni, hastáncolni, különböző tornák, aerobik, step aerobik, gondolom, meg ilyesmik vannak. A tenisz egyesületeket, sőtöbb néhány lovas egyesületet, de úgy igazából az én extrémom, mert hogy izgalmasabbakat nem vagyunk, tehát érdemes volna szerintem tovább tájékozódnom. Nem igazán.
ismerem ezeket a lehetőségeket, hogy itt tegelben maximum a kondicionáló termeket. Annyira még nagyon nem, még kezdő vagyok ezen a téren, iskola terén is, meg egész sport lehetőségek terén is, de hát nem tudom, lehet, hogy szintén fog nézni. Igazából általában a testnevelés tanáraim révén ismerem, azt kell, hogy mondjam. Főleg a kézilabda, a férfi kézilabda, de akár a női is, vagy vízilabda egyesületek, florbolosok is akár, tehát úgy szerintem egész jó képben vagyok. Ha egri sport, úszás, vízi, kézi vagy kosárlabda jut először eszünkbe, ám jó néhány más érdekes sportág is várja az érdeklődőket. Mai adásunkban az Unicornis IS Egyesületet mutatjuk be. Unicornis Egri IS Sportegyesület, az 2006. augusztusában jött létre, mint egy baráti társaság, 10 fő alapító taggal. 2007. februárjában kaptuk meg a bíróságtól a jogerős bírói végzést, azóta mint hivatalos sportegyesület működünk. 2007. augusztusában, ha jól emlékszem, csatlakoztunk a Magyar IS Szövetséghez, azóta hivatalos partnerei vagyunk. Az egyesület alapítása óta folyamatosan versenyzik, egyre több érmünk van, hivatalos regisztrált versenyeken is egyre több eredményünk van, egyik tagunk Szemszeri IS Európa-bajnokságon vett részt, még egyelőre nem a legmegfelelőbb eredménye, de bízunk benne, hogy a fejlődés azt mutatja, hogy jövő évi világbajnokságon dobogós vagy dobogó közeli helyet fog elérni. Az egyesületünkben jelen pillanatban 30 ember folytat aktív edzést, ebből 11 utánpótláskorú. Útjára indítottunk egy nemzetközi utánpótlás nevelő programot az országban egyelőre egyedüliként. Bírói képesítéssel rendelkezünk, illetve számos felnőtt tagunk van a gyermekek mellett is. Mindenkinek lehet ajánlani ezt a sportágot, aki indítatást érez magában ahhoz, hogy ő íjjal lőjön, aki íjjal vadászni szeretne, aki íjjal versenysportot szeretne űzni, illetve aki íjjal szabadidős tevékenységet szeretne űzni. Fizikai, illetve mentális képességekre egyaránt szükség van. Fizikai értelemszerű ahhoz, hogy az adott íjat, amivel dolgozik, mindenféle erőlködésnek ő meg tudja feszíteni. Mentálisan pedig megfelelően nyugodtnak kell lennie ahhoz, hogy egy-egy lövést mindig ugyanazon módszerrel tudja lebonyolítani, illetve ne riassza el a sikertelenség. Nagyon monoton sportról van szó, nagyon sok monoton dolgot kell véghez vinni ahhoz, hogy egy lövés tökéletesen működjön. Mindenkinek lehetősége van elérni a legnagyobb célokat is, tehát akár olimpiára is kijuthat, akár egy világjátékokra, illetve világbajnokságra. A térségünkben is, illetve az ország több részén is minden hétvégén vannak versenyek, ide bárki eljuthat, ezek nyílt versenyek. Nem szükséges hozzá semmiféle kvalifikáció, illetve előképzettség. Ezeket szinte bárki számára elérhetővé teszik. Ha megfelelő képzettsége van, illetve megfelelő kvalifikációs versenyeken a megfelelő pontszámokat el tudja érni, akkor a Magyar IS Szövetség magyar színekben nemzetközi megmeréltetésekre el tudja őt küldeni. Az egyesületünk Magyar IS Szövetség tagjaként átvette egy nemzetközi utánpótlás nevelő programot. Az országban elsőként a mi egyesületünk valósítja meg. Ennek lényege az, hogy egy vizsgarendszer keretén belül minden egyes IS az országban egy közös alapképzést kapjon. Utána ebből bármelyik szakákban, bármelyik íjjal tud dolgozni, hatatósan versenyezni. Ennek a vizsgarendszernek jelen pillanatban 7 pontja van, átlagosan tudásszintől függően 2 havonta vannak a vizsgák, olyan keretén belül számot kell adni a tudásukról. Mint minden sportágban, az íjászatban is nagyon fontos szerepe van a bemelegítésnek, a nyújtó gyakorlatoknak. Fontos szerepét látom a erőléti edzéseknek, az erőlét növelésének, és utána jönnek a technikai feladatok személyre bontva, kinek a lövéspontosságát kell gyakorolni, kinek a mozdulatok tökéletességét, illetve az edzések végén játék. Azt gondolhatnánk, hogy a rossz időbe köszöntével az íjászok is más elfoglaltság után néznek. Ám ez korán sincs így. A téli időszakban ugyanis a Móra Ferenc Általános Iskola biztosít edzés lehetőséget az íjászoknak.
óta jászkodok, 2 ezüstérmem és egy bronzérmem van. Ezeket mindegyiken vadászversenyen szereztem. Az egyesületről petitő hallottam, az edzőmtől, és interneten is találkoztam ezt az egyesülettel, és még barátaim is ajánlottak. Most kezdtem ebbe a tanévbe, és az vezettem ezt a sportot, mert már régóta szeretnék ijászkodni, és tetszett filmekből. Most volt vadászves, azon lettem 4. helyezés. Ez az egyetlen versenyem. 4,5 éve kezdtem el ijászkodni. Egyik iskolatársam mondta, hogy van ilyen lehetőség, hogy el lehet kezdeni. Egy bizonyos egyesületben, még akkor máshol kezdtem, és eljöttem egy edzésre is, megtetszett. Ezáltal is azóta is szívesen csinálom. Elég sok versenyen voltam, és mivel kategóriámban végül is nincsenek annyira sokan, ezért értem el végül is egész jó eredményeket, de még ilyen nemzetközi versenyekre, meg hasonlókra nem sikerült kijutnom, úgyhogy ilyen téren még nincsen se tapasztalatom, sem eredményem. Amikor vége van az íjászatnak, az ők és meleg, és azzal kezdem, hogy lezuhanyzok. A másik dolog, mert jó érzem magam. Annak idején, amikor abba hagytam a kézilabdát, szerettem volna valamilyen új sportágat választani magamnak, és az íjászkodás mindig is érdekelt, úgyhogy ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Ifi kategóriában az elmúlt évek során egész jó eredményeket szereztem. Megnyertem az Arlói gépét, illetve a Mátra-Füredi évadzáró gépét is, illetve a több kisebb versenyen is elég sok érmet és kupát szereztem. Idén átkerültem már felnőtt kategóriába, mivel elmúltam 18 éves. Itt a felnőttek között azért kicsit nehezebb lesz megállnom a helyemet, elég sokat kell még gyakorolnom rá, illetve most váltottam egy új íjat is. Hát ez nem saját íj, hanem az egyesület szponzorált ezzel az íjjal az eddigi teljesítményeim miatt. És még szopni kell az íjat. A sportegyesületünk az IS Szövetségtől megpályázott egy versenyrendezési jogot, egy 3D GP kvalifikációs versenynek a rendezési jogát nyertük el. 2009. április 2. hétvégén lesz ez a verseny a Tardosi Sporttáborban. Körülbelül 150-200 fő indulására számítunk. Nagyon komoly versenyről lesz szó, szükséges a nemzetközi kvalifikációkhoz elérni ezeket a pontokat, tehát nálunk is részt kell venni ezeken a versenyeken, illetve nagyon fontos, hogy 2 napos hivatalos versenyről van szó, tehát az itt elért eredmények bele számítanak a legnagyobb eredmények közé is. Reméljük felkeltettük az íjászat iránt a már és még nem sportoló főiskolai hallgatók, illetve egriek figyelmét. Következő adásunkban a női fociról lesz szó. Addig is mozogjanak, sportoljanak, viszontlátásra! You're a little bit of 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 a little